A klímaváltozásról tartottak előadást az idős embereknek Bátaszéken, köszöntöm a köztér nézőit. Az előadáson felhívták a figyelmet a hirtelen változó időjárásra és annak következményeire. Stábunk ellátogatott Tressner Józsefhez Bátaszékre, aki július elején újraélesztett egy 64 éves nőt a tűzoltóság szomszédságában. Rendkívüli ülésen döntött a Tolnai Képviselő Testülete egy új városi bölcsöde építésének pályázatáról. A köztér hátra levő részében ellátogatunk Bonyhádra, ahol két önkormányzati épület újul meg 400 millió forintból. A fájlakó telepen 8 darab új parkolót adtak át a közelmúltban, ennek az átadását is megtekintjük. Lezárult a Tarka fotópályázat, aminek győztese kisebb meglepetésre ismét Lenner Ádám lett. A pályázat egyik zsűri tagja, Kirchné Máté Réka értékeli a beérkezett műveket, tartsanak velünk! A tűzoltók munkája nem könnyű, rengeteg áldozatot kell hozni a magánéletben, hogy hivatásukban sikeresek legyenek. Tressner József majd 5 évtizede van szolgálatban a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóságon. Rengeteg helyzetet látott már, azonban július elején egy számára új helyzetbe sodorta az élet. Egy 64 éves asszonyt élesztett újra a tűzoltóság szomszédságában. A tűzoltókat számos helyen a legbátrabb embereknek tartják. Nem véletlenül, hiszen ők olyan helyekre mennek be, ahonnan az emberek már kifelé menekülnek. Ezt a mondást stábunknak Tressner József, bátaszéki tűzoltó mondta. Igaz, az utóbbi esetben nem egy égőházba kellett bemennie kimenekíteni az embereket és menteni azokat a tárgyakat, amik még menthetők, hanem egy 64 éves hölgyet élesztett újra július elején. Laktanyába tartózkodtam, mert szolgálatban voltam, híradós szolgálatot láttam el, és hallottam a segítséget, kiállt a hölgy, és közben fiát átküldte hozzánk a tűzoltóságra, hogy valaki tud átmenni segíteni. Akkor még nem tudtuk, hogy miről van szó, vagy én legalábbis nem tudtam, miről van szó. És akkor elébe mentem, és mondja, hogy az idős, nem idős, mert 64 éves hölgy rosszul lett. Mondom, akkor adtam neki a teendőket, hogy akkor hívja fel azonnal a mentőket, hogy akkor a mentőket fölhívta. Mire én bementem, akkor ugye megnéztem a hölgyet, megvizsgáltam, hogy van neki pulzusa vagy légzése, hát nem volt semmi, se pulzus, sem légzés. Ugye azt úgy lett, hogy megvizsgál három ujjadat, ide rakod a nyaki ütérre, és ugye az óra alá meg oda rakod az ujjadat. Nem volt semmilyen életjel, akkor bevittük meg kint ült a teraszon, bevittük a szobámba, lefektettük a tulajdonosnak, a édesanyja vagy a, nem tudom, végül, hogy a hölgy segített nekem, hogy megfogta a fejét, és akkor mondta minden tizedik, ugye elkezdtük az újraélesztést, a telefonon kaptuk a segítséget, ugye a diszpécsertől, hogy mit, hogyan, meg merre, de itt házilag is van egy kiképzés, minden negyed évben tartunk egy életmentést, de akkor babákon gyakorolunk, meg defibrillátorral is gyakoroljuk a mentést, és na mindegy, elkezdtük az újraélesztést, és akkor minden tizedik nyomás után, hogy akkor hölgy folyt neki levegőt, és akkor ezt folytattuk a 31 páradik nyomás után éreztem, hogy visszajött a húzus, mert megkönnyebbült a mellkas, meg ugye volt végzés, és addig folytattuk a szívmasszást, amíg a mentősök ki nem értek. Tressner József szerint a tűzoltóság sokkal több, mint egy egyszerű munkakör, amit be kell tölteni. Azt mondja, a Bátaszéki Önkormányzati Tűzoltóság mindig tett azért, hogy a munkatársak minden eshetőségre és élethelyzetre felkészüljenek. Én hivatásnak tartom, mert szeretem is csinálni, és tudom, amit csinálok, azt jó értelemben csinálom, mert hogy az ember bajvitett ember társaimban segítek, és nekem alapból a beállítottságom olyan, hogy én nem tudok nemet mondani, valaki segítséget kér. És ugye ebből kifolyólag sok munka, sok tanulás, sok gyakorlás, és azért látszik, hogy van eredménye is a tanulásnak is, a gyakorlásnak, mert itt az élő példa, hogy sikerült egy hölgyet visszahozni az élő sorába. A tűzoltó azt mondja, hogy amikor kiérkeznek a helyszínre, csak arra fókuszálnak, hogy nekik mi a dolguk. Vannak olyan helyzetek, amikor visszaérve a laktanyába, ők is csak csendben merednek maguk elé a történtek láttán. Tressner József azt mondja, hogy nem tudnak otthon úgy tenni, mintha semmi nem történt volna, de szerinte egy erős családi háttérrel könnyebben fel lehet dolgozni egy-egy nehezebb esetet vagy tragédiát. Akkor van egy kis adrenalin, ami felszalad benned, de azon kívül azzal foglalkozol, ami a teendőd abban a pillanatban. Utána megint egy másodlagos kérdés, mikor bejövünk a laktanyába, és akkor az ember átmegy rajta, hogy az mi is emberek vagyunk, mi is érző emberek, érezzük azt, hogy most milyen tragédiák történtek,
de általában kinn akár helyen, akkor dolgokkal koncentrálunk, és azt végezzük minél pontosabban a lehet. A családon nagyon sok múlik. A családi háttér milyen. Nálunk, hála Istennek, volt nejem is, ugye közben én elváltam, de volt nejem is olyan volt, hogy segített, hogyha be kellett vonuljak, öltözködni, mert általában nekem, amikor önkénteseként dolgoztunk, akkor otthon volt a bevetési ruhám, és akkor onnan a helyszínre mentem, mert én sokáig parancsnok voltam meg az Egyesület elnöke, és a hátteret biztosított, hogy nem kérnek számon örök, hogy miért mész el, meg miért ezt csinálod, akkor nyugodt vagy, mert tudod, otthon is rendben van minden dolog, mert van, aki felügyel rá, meg akkor itt is tud végezni a dolgodat tisztességgel, becsülettel, mert itt meg te figyelsz a dolgokra. A tűzoltó az egész életét erre a szakmára tette fel. Azt mondta, hogy nincs is annál jobb érzés, amikor a hozzátartozók megköszönik a tűzoltóknak munkájukat. Szeretem csinálni, szeretem a kollégáimat, szeretek segíteni, most ugye új főnökség van, szeretek segíteni nekik. Általában minden egy olyan munkálatból, bármi van egy tűzoltóságon belül, kikérik a véleményemet, ugye, mert azért már elég régi bótoldalabb vagyok, és meg ez a mindenem. A szakmámat feláldoztam azért, azt is nagyon szerettem, inkább átjöttem ide tűzoltóságra. Mert mi Szekszárdon dolgoztam a Malomba, mint Molnár. Dressner József 1975 óta van szolgálatban, ez a 45. éve bátaszéki tűzoltóként. Addig szeretne szolgálatban lenni, amíg engedi neki a saját ereje. Szeret másokon segíteni és tapasztalatával a tűzoltóságot is előrébb vinni. Az idei nyáron eddig változékony időjárást tapasztalhattunk, egyszer nagy a kánikula, máskor pedig különösen hűvös van. Ezek az időjárási viszontagságok a klímaváltozásnak köszönhetőek. A Bátaszéki Gondozási Központ egy előadás keretében mutatta be idős lakóinak, hogy mitől alakult ki a klímaváltozás, és hogyan lehet védekezni a hirtelen változó időjárás hatásai ellen. A 21. században az emberek hanyagsága hatalmas károkat okoz a Föld légkörében és a bolygó élővilágában. Korunk egyik legnagyobb problémájáról, a klímaváltozásról és annak következményeiről tartottak előadást a Bátaszéki Időseknek a Gondozási Központ nappali intézményében. Az idős embereknek pedig különösen nehéz ilyenkor, mondja Istenes Károly, aki érzi, hogy mennyire megváltozott az időjárás a múlt századhoz képest. Sokkal nagyobb, erősebb, mint fiatalabb koromban. Akkor is volt, de nem ilyen erős, mint most. Nem ilyen hirtelen, ilyen váratlan, mint most. Akkor is volt, volt egy nagy hideg, 42-ben volt, mikor a katonáink megfagytak, ugye, akkor nálunk is, ott is hideg volt. 32 fokot mértek január 24-én, ott is. Bizony. Istenes Károly azt mondja, nem könnyű az ő korában kibírni a klímaváltozást, azonban ahogy tud, védekezik a hőhullámok és a hidegtelek ellen, de az egészségére is rossz hatással van a hirtelen változékony időjárás. Nehéz alkalmazkodni az egészségnek. Én nekem is, mert már 91 éves vagyok, és sok mindent megéltem már, amennyire tudtam, ugye hát elmentem fürödni, ugye vízbe voltam. Árnyékban voltam, és otthon voltam. A legnagyobb melegben, akkor nem mentem sehova. Van azonban olyan, aki megijed ugyanattól, hogy mit okoz a klímaváltozás, de mégis elfogadja a következményeit. Kemény Zoltánné egyike ezen embereknek. Azt mondta, hogy korábban is meleg volt nyáron, de az nem volt ennyire megterhelő, mint napjainkban. Gyerekkorban nem volt ilyen hőség, mint most. Úgy emlékszem rá, hogy ilyen csörgős korsóba vagy, miből ittuk annak idején a vizet. De én nem szólhatok egy szót se. Tényleg, mert aranyosak a gyerekeim, gondoskodnak mindig, hozzák a vizet, ennivalót, mindent, együtt lakom velük, úgyhogy egy házban lakom az unokákkal, én nem szólhatok egy szót se. És én ezt a klímaváltozást elfogadom. Akkor is meleg volt, és valahogy nem vettük mi föl akkoriban ezt a meleg, hogy jön a meleg. Kint voltunk a határban, kint dolgoztunk, arattunk minden. Szóval nem, én nem mondhatok semmit.
Még most sem mondhatok semmit, hogy most jön ez a meleg front, hát erről nem tehetünk, maguk se tehetnek. Épp ahogy mi. Kemény Zoltánné boldogan emlékszik vissza azokra az időkre, amikor kint aradtak a mezőn, és szerinte a legjobb védekezés a fagylalttal és a hideg vízzel, valamint a ventilátorral való hűtés. Úgy védekeztünk, hogy mindig azt mondta apukám, hogy kislányom, majd mindjárt jön a fagylaltos, és ilyen fabódéba vagy miben hozott ki nekünk ide a legelőre fagylaltot. És akkor azt adta nekünk, azt vett nekem, és akkor reggel korán mentünk, este későig maradtunk kint, hát védekeztünk akkor is. Vízről gondoskodtunk, mondom, ilyen nagy csörgős borsóból ittuk. Az ember nem tud úgy aludni se talán, de hát jó van, túltesszük magunkat rajta. Van ez a ventilátor, megoldjuk. Megoldjuk a ventilátorral. Még itt is, hát nagyon jó érzünk magunkat itt az otthonban. Én nem szólhatok egy szót se, a főnöknő nagyon gondoskodik rólunk. Vízről állandóan minden, mindig mondják, igyatok, igyatok, igyatok. Úgyhogy sokat kell inni. Én nem tudom, hogy miért van ez a nagy hőség. Azért azelőtt nem volt ilyen nagy hőség. Ahogy nézem többször a tévét, hát látom benne, hogy hát jön ez a meleg front felénk. A nappali intézmény vezetői szerint a gondozási központ lakói számára talán most derülhetett ki, hogy milyen nagy bajjal is áll szemben a föld, és hogy ez az ő életükre is mekkora hatással lehet. Ugyanakkor ők igyekeznek gondjukat viselni a lakóknak, jó tanácsokkal ellátni őket, és segíteni nekik a kánikula idején. Rendkívül fontos, hogy felismerjük azt, hogy ha esetleg hőkimerülés vagy a hőséggel kapcsolatos valamilyen állapotváltozásról van szó, úgyhogy a folyadékbevitelre rendkívül nagy hangsúlyt fektetünk, de emellett gyakoriak ilyenkor a rosszulétek, szédüléses panaszok, vérnyomás, ingadozás, úgyhogy különös nagy tekintettel kell legyünk az idősekre, mert őket ez nagyon megvisel ez a jelenlegi időjárás. Elsősorban a megfelelő folyadékbevitellel, többször kínáljuk őket hideg vízzel, mert megfeledkeznek arról, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot igyanak. Emellett vérnyomásmérést szoktunk ellenőrizni, a megfelelő módon kiszellőztetjük a helyiséget, még a reggeli órákban, hogy mire érkeznek, addigra már egy kellemes közegbe tudjanak jönni. Aztán ventilátorokat alkalmazunk, hogy valami módon azért egy kicsit a levegőt mozgassuk, és hát nagyon figyelünk arra is, amikor érkeznek, illetve amikor hazamennek, hogy akkor is a kísérésre is hangsúlyt fektetünk, mert hogy valóban ilyenkor azért a szédüléses panaszok felerősödnek. A nappali intézmény lakói érdeklődve hallgatták az előadó gondolatait. Stábunknak azt mondták, hogy félnek attól, mit okozhat a klímaváltozás és a nagy hőség, ez pedig az egészségükre is hatással van, de úgy védekeznek a központ dolgozóinak segítségével, ahogy tőlük telik, és jól érzik magukat nyáron a nagy meleg ellenére is.
Rendkívüli ülésen döntött a tolnai képviselőtestület, hogy pályáznak egy új városi bölcsőde felépítésére. Ilyen intézmény jelenleg nincs a városban, a gyereklétszám viszont folyamatosan nő, a családi napközik is telítettek. A tolnai Pittypang óvoda szomszédságában épülhet fel a városi bölcsőde, így döntött a képviselőtestület, miután nem találtak olyan már meglévő saját tulajdonú épületet, ahol elhelyezhetnék az intézményt. A pályázatról egyhangúan döntött a testület, nem volt kérdés, hogy szükség van egy önkormányzati intézményre. Ugyan többször gondolkodtunk azon, hogy építenénk egy új bölcsődét, vagy létrehoznánk egy bölcsődét, de eddig azt gondoltuk, hogy vannak fontosabb dolgok. De aztán most, hogy megláttuk a megyei keretösszeget, ami több mint 1 milliárd 600 millió forint, akkor azt gondoltuk, hogy talán jó esélyünk van arra, hogy most nyerjünk is a pályázaton. Úgyhogy először nyilván abba gondolkodtunk, hogy egy meglévő épületbe hoznánk létre bölcsödét, de nem találtunk a város tulajdonában lévő olyan épületet, ami alkalmas lenne bölcsőde kialakítására, illetve hát ami még szóba jöhetett volna, vagy szóba került, így beszélgetés szintjén az volt művelődési ház és a könyvtár épületegyüttese, de tekintettel arra, hogy az egy nagyon rossz állapotban lévő épület, és nem is nagyon tudjuk, hogy mi van a föld alatt, tehát itt ilyen régi pincék, még ilyen törökkori pincék is vannak, vagy lehetnek. Én azt gondoltam, és azt mondtam a kollégáimnak, hogy nagyon nehéz úgy költséget számolni, hogy nem tudjuk, hogy mi van a föld alatt. Tehát sokkal könnyebb számítani úgy egy költségvetést, és azért egy pályázatnál, amikor benyújtunk egy pályázatot, akkor sok mindent lehet hiánypótolni, de azt, hogy mennyi pénzt szeretnénk támogatásként elnyerni, azt nem. Tehát az a legfontosabb, hogy azt tudjuk, hogy mennyi pénzt szeretnénk. Ehhez nyilván kell egy megalapozó dokumentum, és kell egy vázrajz, és kell egy előzetes költségbecslés, amihez viszonyítva már sok mindent nem lehet változtatni. Tehát lehet engedélyeket, részletes terveket lehet pótolni, de a költséget azt nem lehet. És azt mondtam, hogy sokkal jobban kiszámítható az, hogy ha egy zöldmezős beruházás lesz, és akkor most úgy döntöttünk, hogy egy kétcsoportos óvoda építésére nyújtunk be pályázatot. Ugye a városnak földrajzilag nagyjából a középpontjában van egy óvoda mellett, csendes környezetben, tehát jó helye lesz ott a bölcsődének, nagyon-nagyon szeretném, és a képviselőtestület egyöntetően döntött abban, hogy nyújtsuk be a pályázatot, tehát úgy tűnik, hogy mindannyian szeretnénk, hogy legyen ott bölcsőde. Régi tartozása ez a városnak, hiszen már több tíz évvel ezelőtt itt a mellettünk lévő Hősök terei kormányablak vagy kormányhivatal épületében valamikoron bölcsőde volt, de ezt már nagyon-nagyon régen bezárták. Azóta gyakorlatilag önkormányzati bölcsőde vagy állami bölcsőde nem működik a városban. Jelenleg úgy oldjuk meg a gyermekek ellátását, hogy együttműködési megállapodást kötöttünk azokkal a városban működő családi napközikkel, akik nagyon ügyesen és nagyon, nagyon jól ellátják ezt a feladatot, és a szülőknek támogatást nyújtunk, anyagi támogatást nyújtunk ahhoz, hogy a gyerekek oda járnak. De hát ez nem végleges megoldás, azért ezt mindannyian tudtuk, hogy hosszú távon ez nem jó. Egyébként kötelező feladat az önkormányzat számára, egy ekkora település számára már, hogy bölcsődét működtessen, de eddig egész egyszerűen nem volt olyan épületünk, ahol ezt meg tudtuk volna valósítani. Most sincs épületünk, de most van lehetőség arra, hogy újat építsünk. Ha sikerül nyerni a pályázaton, több mint 20 kisgyermek elhelyezésére lesz alkalmas az intézmény. Két csoport az 24 gyerek elhelyezésére szolgál, tehát 12, maximum 12 gyerek lehet egy óvoda vagy egy bölcsődei csoportban. Tudomásom szerint, hogyha minden gyermek a csoportban két év feletti, akkor ez a létszám ez megnőhet 14-re. Ugye hát ezt előzetesen nem tudjuk, hogy fél éveseket, vagy két éveseket, vagy két és fél éveseket fognak-e oda beiratni. Azt tudjuk, hogy óriási igény van arra, hogy bölcsőde működjön, hiszen teltházzal, sőt várólistában működik a jelenlegi családi napközik is, amiben tudomásom szerint az egyik éppen most bővített egy új bölcsődei csoportot hoz létre, ott alacsonyabb létszámmal működhetnek csak. A miénk az 12-12, tehát összesen 24 férőhelyen fog működni.
Ez azt is jelenti, hogy új munkahelyek jöhetnek létre a városban, miután eddig nem volt bölcsöde, a működtetéshez szükséges teljes szakembergárdát kell toborozni. Bölcsödei csoportonként 2 kisgyermeknevelő kell, tehát ez már 4 olyan felsőfokú végzettséggel bíró hölgy vagy úr, gondolom, hogy inkább hölgy lesz, aki ott dolgozni fog, kell dajka, nyilván kell egy vezető, tehát most mi indikátorok tekintetében 6 főt vállaltunk, vagy vállalunk, de lehet, hogy ez meg fog főni, vagy meg fog nőni 7-re, hogyha kiderül, hogy kell még egy karbantartó, udvaros, vagy valami. Az előzetes számítások szerint azt tervezzük, hogy összevonjuk ezt az óvodai intézményegységgel, hiszen egy 24 férőhelyes, 6-7 főt foglalkoztató önálló intézmény az egy dolog, hogy pénzbe kerül, de nem mindegy, hogy mennyibe kerül az önkormányzatnak, és nyilván inkább a gyerekek ellátására szeretnénk a nagyobb összeget fordítani, úgyhogy én azt gondolom, hogy az óvodai intézményesség részeként fog működni a bölcsöde. Hogy az építés során ne érhesse meglepetés az önkormányzatot, megfelelő tartalékot is beépítettek a pályázatba. Hiába tűnik viszonylag nagynak ez a telek, nagyon szigorúan a törvény előírja, hogy mekkora csoportszobát, mekkora hozzátartozóan, mekkora teraszt, mekkora udvart, mekkora kiszolgálóhelyiséget, öltözőt, öltöztetőt, mosdókat, gyermekvárót, babakocsitárolót, és én most fel sem tudom sorolni mindent, hogy mi minden kell, de hát egy elég nagy épületről beszélünk, és tekintettel arra, hogy ugye a területi operatív programra pályázat, illetve a pályázat benyújtása és a kivitelezés sokszor elég hosszú idő telik el közötte, így tartalékot is képeztünk, tehát egy több mint 400 milliós projektet nyújtottunk be. A tervező azt mondta, hogy ahhoz, hogy mindent eszközökkel nyilván felszerelve, tehát itt a közműveket is ugye egy új építésnél be kell tervezni, tehát ez nem tűnik kevés összegnek, de azt gondolom, hogy ne kelljen később plusz támogatás igénybe nyújtanunk, hanem inkább előtte mondjuk meg, hogy valóban mennyibe fog az kerülni, és úgy tűnik, hogy nem kevésbe. A gyermeklétszám folyamatosan nő a városban, így a polgármester szerint akár még 2 csoportnyi bölcsödei helyet is fel tudnának tölteni, de közben az óvodai csoportokat is bővíteni kéne. Utóbbira lehet megoldás, ha a katolikus egyház nyit egy óvodát a városban, amire minden esély megvan. A köztér hátralévő részében ellátogattunk Bonyhádra, ahol 2 önkormányzati épület újul meg 400 millió forintból. A fájlakótelepen 8 darab új parkolót adtak át a közelmúltban, ennek az átadását is megtekintjük. Lezárult a Tarka fotópályázat, aminek győztese kisebb meglepetésre ismét Lenner Ádám lett. A pályázat egyik zsűri tagja, Kirchné Máté Réka értékeli a beérkezett műveket. Maradjanak velünk! Folytatjuk a Köztér magazint. Pályázati pénzből újabb 2 önkormányzati tulajdonú épületet újíthat fel a Bonyhádi önkormányzat. 400 millió forintot nyertek az energetikai korszerűsítésre, aminek köszönhetően a homlokzatok is új külsőt kapnak. A korábban elvégzett hasonló jellegű felújításokkal együtt már több 10 millió forintnyi energiadíjat tud megtakarítani a város évente. A napokban derült ki, hogy újabb pályázatot nyert a Bonyhádi önkormányzat, épületenergetikai felújításokat végezhetnek majd el 400 millió forint értékben. A részletekről Filóné Ferenc Ibolya polgármester számolt be. Nem az első ilyen energetikai pályázatunk, hiszen a zeneiskolát már sikeresen befejeztük a korszerűsítését, az ugyanennek a toppos pályázati forrásnak a terhére valósult meg. A mostani beruházásból vagy pályázatból 2 ingatlant, önkormányzati tulajdonú ingatlant fogunk felújítani energetikai szempontból. Az egyik a Jókai utcában lévő, jelenleg a Szekszárdi Szakképzőcentrum fenntartásában működő iskola, középiskola, a másik pedig a Széchenyi iskolának az étterme, az úgynevezett ifjúsági étterem. Ugye mind a 2 iskolát más tartja fent, de talán ez nem probléma senkinek, hiszen a mi gyerekeink járnak ide, itt találhatók ezek az ingatlanok Bonyhádon, és természetesen mind a 2 ingatlan Bonyhád város önkormányzatának a tulajdona. Miután energetikai pályázatról beszélünk, ezért az is meghatározott, hogy mire lehet fordítani azt a pályázati támogatást, amit elnyertünk. Alapvetően mind a 2 épületnél a nyílászáró cseréje fog megtörténni teljes mértékben,
homlokzat, illetve tetőszigetelés fog történni. Mind a két épület egy lapos tetős épület. A szigeteléssel mindenhol probléma volt, főleg a volt kettes iskolánál egy hatalmas felületről beszélünk, és több száz négyzetméteren lapos tető egy 50 éves épületnél, azt nem kell külön magyarázni, hogy milyen problémákat vethet fel. Ezek fognak teljesen megújulni, és új szigetelés kap mind a két ingatlanban, illetve a gépészet területén a fűtés-korszerűsítés fog a kettes iskolában, a volt kettes iskolában megtörténni. Ez pedig azt is jelenti, hogy nem csak olcsóbb lesz az épületek fenntartása, hanem új külsőt is kapnak. A homlokzat szigetelés együtt jár azzal, hogy új külső homlokzatot kap a nyilázárokkal együtt minden épület, és ha csak az ifjúsági étteremre gondolunk, én hát több mint 40 éve épült az is az iskolával együtt, gyakorlatilag azóta annak a külseje nem változott, hát éppen ideje is ráfér már, hogy egy sokkal esztetikusabb látvány fogadja majd az aranyárokat, de természetesen az elsődleges szempont az esztetikán túl az energetikai korszerűsítéssel, azoknak a költségeknek a megtakarítása, amivel sokkal könnyebb és egyszerűbb, költséghatékonyabb fenntartani majd ezeket az épületeket. A beruházás gyorsan elkészülhet majd, mert az önkormányzat most is előre tervezett és bízott a sikerben. Mint minden más pályázatunknál igyekeztünk ezt is olyan szinten előkészíteni, hogy amikor a pozitív döntésről, és ebben bíztunk ennél a pályázatnál is, az értesítést megkapjuk, és amire a támogató jogirat és a szerződés aláírásra kerülhet, addigra már számos döntést meghozott a testület. Itt is kiválasztásra került az a tervező, aki megtervezi ezeknek az épületeknek magát a korszerűsítését. A közbeszerző is kiválasztásra került, sőt, miután 300 millió alattira tervezzük a kivitelezést, ezért a közbeszerzési törvények szerint egy legalább 5 szereplős gazdasági szereplőknek a meghívásával történhet a kivitelező kiválasztása, és erről is döntött már a testület. Úgyhogy gyakorlatilag teljesen készen, vagy majdnem készen vártuk a pozitív döntést, úgyhogy néhány héten belül a közbeszerzésnek a megjelenésének semmi akadályát nem látom, és legkésőbb valamikor szeptember végén, október elején megkezdődhet a beruházás mind a két helyszínen. Bonyhádon régóta odafigyelnek arra, hogy környezettudatos beruházásokat valósítsanak meg. Hosszú évek óta a tendencia ez a városban, nem az én polgármesterségem alatt kezdődött el, de mi ezt a megkezdett munkát folytattuk ebben az elmúlt 5 évben is. Ma elmondhatjuk azt, hogy 14 intézményén a városnak több mint 350 kilovattnyi áramot tudunk termelni, hiszen ezeken az intézményeknek a tetején napelemek találhatók. Óvodáknál, iskoláknál, a művelődési központnál, sportcsarnoknál, a tanúszoda tetején, a strand területén, tehát számos olyan intézménynél, összesen, ahogy említettem, 14-nél, amit napi szinten használunk, és természetesen ezeknek az intézményeknek a fenntartási költségei lényegesen kedvezőbbek, hiszen a napelemek által megtermelt áramot, az megvételre kerül, úgynevezett adresszmérők vannak ilyen ingatlanoknál felszerelve, és ki kell fizetni azt az áramot, amit használnak, de amit megtermel áramot a napelem, azt pedig elszámolják a városnak, és azt lehet elmondani az elmúlt évek tapasztalat alapján, hogy nagyságrendekkel csökkent ezeknek az intézményeknek az energiafelhasználása, illetve ezeknek a költsége, és hát ezt nem nehéz utána végig gondolni, hogy ezeket a költségeket, hogyha nem kell áramdíjra kifizetni, akkor azokat más dolgokra lehet felhasználni, sokkal könnyebben tudunk mozogni a saját forrásainkból. És hát ami még nagyon fontos, ugye most épül maga a napelempark, már felépült és készen van, maga a város is épített egy 500 kW-os kiserőművet, amelynek a csatlakozása van folyamatban, az a vezeték rácsatlakozása az áramelosztóhoz, az van már csak hátra, és akkor nem sokára a városnak is termelődik 500 kW-nyi energiája, ami éve szinten olyan 20-22 millió forintot fog termelni a városnak. Összességében most ugye a napelemi park, amit épített a város testületi döntés alapján, ott szintén egy pályázati forrásból szerettük volna megvalósítani, ami időközben mégsem íródott ki. Mi hitelt vettünk föl rá a testületi döntés alapján, hogy ez megépüljön, de a hitel 10 év alatt visszatörlesztődik és kifizetésre kerül. Már a 10 év futamidő alatt is 1-2 millió pluszban lehetünk, hogyha sokat süt a nap, és a 10 éven felül pedig ugye az ilyen napelemi parknak akár 30-40 év is az élettartalma, az elkövetkezendő évtizedekben pedig bevételt jelent majd a városnak.
Ha csak ezt önmagában nézzük, akkor 10 év után ez éves szinten ilyen 20-22 millió forintot jelent, és az összes intézményünk nagyságrendileg majdnem hasonló nagyságrendű kilovattal rendelkezik, akkor elmondhatjuk, hogy igen, ez több 10 millió forintot jelent évente a városnak. Filóné Ferenc Ibolya úgy látja, van lehetőségük a településeknek, ha valóban környezettudatos beruházásokat akarnak végrehajtani, inkább a pénzügyi keretek szabnak határt az elképzeléseknek. A topos forrásokon belül volt több ilyen lehetőség, a keretek voltak egy kicsit talán szűkösek, mert még mindig van olyan ingatlan, amit szeretnénk felújítani, illetve energetikailag korszerűsíteni, éppen itt a Városházára is ráférne a napelemparknak az építése, vagy azoknak a telepítése, hiszen itt azért nagyon nagy áramfogyasztás van. De ezek ugye lezárultak ebbe a költségvetési ciklusban, mi azért nem panaszkodhatunk, mert ahogy említettem, a zeneiskolán túl most ez a két újabb épület is energetikailag megújulhat. Én bízom benne, hogy lesznek a jövő következő ciklusban is a uniós forrásokból lesznek majd ilyen jellegű beruházásokra lehetőségek. Nagyon sok terv van még, ami megvalósításra vár, tehát mi, amikor megjelennek a pályázatok, nem akkor találjuk ki, hogy mit szeretnénk, hanem rengeteg projektötlet van a város tudatában, meg a előkészítve, és amikor forrásokat lehet rá találni, akkor pedig igyekszünk minél jobban előkészíteni. Ha csak arra gondolunk, hogy a geotermikus hőnek a hasznosítása például már régóta várat magára, itt is csak az első lépést nagyon nehéz megtenni, egy kutat kellene fúrni, erre nincs forrása jelenleg a városnak és pályázati kiírásán, de hogyha az megtörténne, utána nagyon sok mindent lehetne előre lépni. Itt ennél a jelenlegi pályázatnál, amit most nyertünk meg, egy 31 kilovattnyi napelem kerül majd a Jókai utcai iskolának a tetejére. Ez annak az ingatlannak, annak az iskolának az energiafelhasználását nagy mértékben fogja csökkenteni. A most elnyert 400 millió forint is megjelenik majd a költségvetésben, ami tovább növeli Bonyhád kisvárosi szinten egyébként is magas bevételeit. Az idei évi költségvetés főösszegét még februárban a képviselőtestület 4,6 milliárd forintban fogadta el, és ennek a 4,6 milliárdnak már eleve 58%-os aránya a fejlesztésekre fordítódott. Ezzel a további 400 millióval meghaladtuk az 5 milliárd forintot, amivel a költségvetés főszege változott, és természetesen a fejlesztési arányok is még inkább javultak. A mostani két épület felújításakor csak azokat a munkákat végzik majd el a tanév során, amik nem zavarják az oktatást. Minden mást a következő nyári szünetben fejeznek majd be, így a 2020-as tanévet már új épületben kezdhetik a diákok. 8 darab új parkolót adtak át a fájlakótelep 25-ös szám előtt. A területet korábban is hasonló célokra használták az ott lakók, most viszont rendezetté tette az önkormányzat. Bonyhádon még szükség lenne parkoló kialakítására ezen a lakótelepen is, viszont ehhez már a lakók kompromisszumkészségére is szükség lesz. 3 millió 200 ezer forintból a Bonikom Kft. Építette meg a parkolókat. A szalagot Filóné Ferenc Ibolya polgármester, Kovács Ferenc a körzet önkormányzati képviselője, és Farkas Attila a Bonikom Kft. Ügyvezetője vágták át. A helyiek azt mondják, nagy segítség nekik az új beállók kialakítása. Itten áldatlan állapotok voltak, ahogy ide álltak az autók, és hát ez biztos, hogy ez sokat segít. Az autósoknak, főleg. Szerintem sokkal kellemesebb végül is így, mert nem a füvet vagy a fű lesz végül is összetaposva, meg sokkal jobb végül is így ezekkel a parkoló megoldással, mert ugye hát eleve az autóknak sokkal könnyebb lesz végül is parkolni. Meg reméljük, hogy ki is fogják használni, és nem keresztbe, biztos, meg mindenfele, mert volt már olyan, hogy itt nem lehetett elférni, mert két autó keresztbe állt, és három parkolóhelyet elfoglalt. Ezzel még nem oldódott meg teljes körűen a fájlakótelepen a parkolás. Jól tudják ezt az önkormányzatnál is, még mindig sokaknak kell a füves zöld területeken hagyni autójukat. Az utóbbi 20 évben azért megemelkedett az autók létszám itt a fájin, tehát gyerekkoromban itt messze elég volt ez a parkoló. De az utóbbi 20 évben nyilván egyre több embernek van autója, és elég sokan már kényszerültnek arra, hogy a zöld területeken parkoljanak. Nyilvánvalóan ezért valamit áldozni kell arra, hogy parkolókat építsünk, és hát itt nem is a pénzről van szó, hanem sokszor érdekellentétek vannak. A zöld terület ugye
kevesebb lesz, hogy a parkolót építünk, tehát ez nem mindenkinek okoz örömet. Konszenzusra jutottunk abba, hogy itt például kialakuljon 8 parkoló. Több helyen kell a Fáin parkolóbővítést elvégeznünk. Tavaly évben során, vagy már tavaly előtt a Fáj 26-os előtt is sikerült parkolót építenünk, de a Kolta 31-33 mögötti parkolókat is kialakítottuk. Hát és még jó pár parkolót kell majd csinálni, de mindig arra figyelve, hogy a zöld területek száma azért annyira ne csökkenjen le. Az önkormányzatnak az is lényeges szempont volt, hogy a város cége végezhette el az építést. Nagyon fontos számunkra, hogyha ilyen kivitelezést csinálunk, hogy a Bonikom tudjon vállalni ilyeneket, mert mégiscsak az önkormányzat saját cégéről van szó. Hát az igazság, az többi 5 év költségvetéseit megnézzük, akkor hihetetlen fejlesztések valósultak meg Bonyhádon. 19 pályázat során 6 milliárd forintnyi fejlesztési pénzt tudtunk idehozni. Az idei februári elfogadott költségvetés számait tekintve 5 milliárd forintból majdnem a 60% a fejlesztésre megy. Tehát Bonyhádon nem csak a fájt kell nézni komplexen, munkahely megtartó fejlesztések, csapadékvízelvezetés, óvodafelújítások, tehát rengeteg felújítási terület van, és ezek között kell helyet szorítani. Idén 35 millió forint van félretéve árok, parkoló és járdafelújításokra, tehát itt kell találni egy ilyen helyet, hogy ezekre is jusson pénz. A szabályok szerint a lakótelep mostani állapotában ennél több parkolót nem lehet kialakítani. Filóné Ferenc Ibolya polgármester elmondása szerint az önkormányzat nyitott arra, hogy tovább bővítsék a megállóhelyek számát, ehhez viszont már a lakóközösségek kompromisszumkészségére is szükség van. A házak körüli utat vagy ki kell szélesíteni 5 méteresre, amihez viszonylag kevés hely van, vagy egyirányúsítani kell a szakaszt. Így viszont sokaknak a korábbinál nagyobb kerülőt kéne tenniük, hogy a házuk elé juthassanak autóikkal. Először ezeket a kérdéseket kell megnyugtatóan rendezni a lakókkal közösen, ezután lehet újabb parkolókat kialakítani. Idén újra megrendezték a Tarka fotópályázatot. Évek óta a fesztivállal párhuzamosan kiállítás várja az érdeklődőket, ahol megcsodálhatják azokat a képeket, amiket a fotósok álmodnak meg a szarvasmarha témában. Kisebb meglepetésre ismét Lenner Ádám képe szerezte meg az első helyet úgy, ahogyan tavaly is. Ez a kép nyerte az idei Tarka fotópályázatot. Bonyhád legnagyobb fesztiváljához, a Tarka fesztiválhoz kapcsolódó fotópályázat már hagyományos, épp úgy, ahogyan maga a rendezvény is. A tavalyihoz egészen hasonló eredmény született, ami az első helyezést illeti, ugyanúgy Lenner Ádám műve nyerte legjobban a zsűri tetszését. Véget ért a 17. Tarka fotópályázat, beérkeztek a képek, idén 36 fotóstól 303 darab fotó érkezett, és a zsűri pontozása alapján mindig meghúzunk egy határt, hogy hány kép tud a falra kerülni, idén 100 képet fogunk kiállítani, augusztus 10-én lesz a hivatalos megnyitó és díjátadó, illetve már 9-től a hónap végéig megtekinthető majd augusztusban a kiállítás. A zsűri egy kicsit alakult, az egyik zsűri tag, aki a fotós, Makovics Kornél lett a Tolnai Népújság fotósa, illetve dr. Füller Imre, Magyar Tarka Tenyésztők Egyesületének ügyvezető igazgatója és jó magam, hárman pontoztunk, és az eredmény megszületett. Az első helyezett, aki egyébként tavaly is az első helyezett volt, tavaly pályázott először, de hát ez nem kizárók, és nagyon jók voltak a fotói, ő Lenner Ádám, ő Szolnokról küldte be a képeit, és a Szimbiózis című fotója lett a győztes. Ez egy nagyon jó kis béka és bivaj keverékes kép, érdemes megnézni. A második helyezett sem csüggethet azonban, Máté Réka ugyanis azt mondta, egy olyan pályázó nyerte az ezüstérmet, aki ezelőtt még soha nem szerepelt a Tarka fotópályázaton. A második helyezettünk M. Halász Katalin, aki idén először pályázott nálunk, ő veszprémi, és a Szarvak című képével lett második helyezett. Ami érdekes, hogy Tisza Ugon van mindig a szürke marháknak a kihajtása, ami egy nagy szám, mert ilyenkor több száz állatot hajtanak egyszerre, és itt nagyon jó fotók készülnek. És ez a fotó is ott készült, illetve a szürke marhás különdíjas fotója, 60-i Ágnes budapesti fotósunk fotója is ott készült. A harmadik díjazottunk idén, Janus Eszter, ő Zircről küldte be a pályázatát, és szintén először pályázott az idei évben, illetve a Magyar Tarka Tenyésztők Egyesületének a külön díját, idén Fittler Balázs nyerte Puláról, ezen pedig a Gyerekek című fotón egy magyar tarka
boci és egy kisgyerek is látható, és ez mindig mondják, hogy nyerő, hát nem mindig nyerő, de ez egy nagyon jó kép lett most. Az idei pályázat szerintem azért is jól sikerült, mert elég sok jó kép érkezett. Tehát mindig évről évre nehéz újat hozni ebben a témában szerintem, hogy egy szarvasmarhát ábrázoljon, vagy szarvasmarhákat ábrázoljon a fotó, de elég sok jó kép érkezett. És mondhatnám, hogy nem volt egyszerű a döntés, de érdekes tényleg, hogy mindig ugyanazokat a képeket látjuk a legjobbnak, tehát a kiemelkedőnek, jónak a zsűritagokkal, úgyhogy azért mégis valahol egyszerű volt a döntés, mert a pontszámok alapján abszolút kijött, hogy melyik képek a legjobbak. A Tarka fotópályázat 2019-es kiírására bárki nevezhetett lakhelytől, nemtől, kortól és foglalkozástól függetlenül. Ennyi volt ezúttal a Köztér, köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk jövő pénteken is. Viszontlátásra!